Megszűnik a DAG ZRT, és a hírek szerint beleolvad a Volánbusz ZRT-be, amely jelenleg a főváros környékének autóbusz közlekedését látja el. Jelenleg ezzel a céggel együtt 7 regionális autóbusz közlekedési vállalat létezik Magyarországon, ezeket azonban hamarosan mind egyé olvasztják. Bárcfai Magár Andrea, a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter az integráció előkészítésével és lebonyolításával a Volánbusz ZRT-t bízta meg. Természetesen a közlekedési központok teljes körű bevonása mellett zajlik majd ez a folyamat, amelynek eredményeként egy egységes, országos lefedettségű közszolgáltató társaság jön létre. Ettől a lépéstől költséghatékonyabb, szervezettebb, az utazási igényekhez jobban igazodó működést várnak, adta hírül az MTI. 2015 előtt még 24 cég végezte az országban a távolsági, illetve a helyi autóbusz közlekedést. Ezeket olvasztották össze, előbb 7 nagy vállalatba, most pedig a tervek szerint mindent a Volánbusz végez majd. Ennek értelmében tehát Kecskemét helyi autóbusz közlekedését is a Volánbusz ZRT láthatja majd el. Ahogy arról már hirtettünk, a város január 1-től nem hosszabbította meg a DAG ZRT-vel való szerződést, jelenleg is tárgyalnak Kecskemét tömegközlekedésének jövőjéről.